Bölcsődei dolgozók sokassága töltötte meg a juharos éttermet a bölcsődék napja alkalmából. Az eseményt az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt egyáltalán nem, vagy csak egy jóval kisebb volumenű rendezvény részeként ünnepelhették meg a helyi intézmények munkatársai, akiket ezúttal Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester is köszöntött, majd jó kívánságai mellett megköszönte a folyamatos és kitartó munkájukat. Köszönettel és hálával érkeztem. Én nagyon régóta mondom, hogy olyan egy város jövője, amilyen a benne tanuló fiatalok lehetőségei, és ebben az első pillér az a bölcsöde, hiszen ne felejtsük el azt, hogy a bölcsődei dolgozók teszik lehetővé azt, hogy a szülők jó kezedben tutassák a gyerekeiket addig, ameddig dolgoznak, ameddig segítik a város fejlődését. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a város a nehéz anyagi helyzete ellenére, a különleges gazdasági övezet miatti elvonások ellenére is igyekszik méltó módon megbecsülni ezeket a dolgozókat. A Rajtóiváros Egyesület, amióta többségben van a Dönség Közgyűlésben, azóta duplájára emeltük a kafetériát, amit havonta megkapnak ezek a dolgozók, és azon vagyunk, hogy újabb emelésekkel még inkább ki tudjuk fejezni a megbecsülésünket a bölcsődei dolgozók számára is. Az alpolgármester úgy folytatta, az elmúlt időszak rendkívül nehéz volt a bölcsődei dolgozók számára, akik ennek ellenére mind a koronavírus járvány ideje alatt, mind pedig a háborús menekültek ellátásában kiválóan helytálltak és helytállnak továbbra is. Azt gondolom, hogy két olyan alapvetően a világot megrázva eseményen vagyunk túl, mint a Covid-járvány és az orosz-ukrán konfliktus. Mindkettőnek volt olyan hozadéka, amiben a bölcsődei dolgozóknak helyt kellett állniuk, és ők példás módon helytálltak. Azt hiszem, hogy ezért mindannyian büszkék lehetünk rájuk, és ők is büszkék lehetnek magukra. Kívánom nekik, hogy ma itt ezen a rendezvényen alaposan ünnepeljék meg magukat, hiszen ez az ő napjuk. A rendezvényen a megjelentek meghallgathatták Varga Anna Éva beszámolóját is az elmúlt időszak eseményeiről. Emellett a szokásos igazgatói dicséreteket is kiosztották az arra érdemeseknek, illetve köszöntötték a jubilálókat is, valamint elbúcsúztak egy nyugdíjba vonuló kollégájuktól. Délelőtti továbbképzéseket félbeszakítva egy olyan állófogadás alkalmával adjuk át az igazgatói dicséreteket, és azokat a megbecsült dolgozókat tüntessük ki azzal a figyelemmel, amit most itt meg tudtunk tenni. És úgy gondoltam, hogy tényleg akkora munkát tettek bele ebben az évben, a múlt évben a dolgozóink, hiszen mindig segítve az önkormányzattal kézen fogva tettük a dolgunkat, és a számok is elmondják, hogy nagyon sok gyereket. Két év alatt több mint 1000 gyerek fordult meg a bölcsődei rendszerünkbe. Varga Anna Éva azt mondta, bár voltak örömteli és szomorú események, illetve hírek a bölcsődékkel kapcsolatban, annyi bizonyos, hogy egy rendkívül összetartó, munkájukat színvonalasan végző, családias közösséget alkotnak. Én mindig arra törekedtem az 5 évem alatt, igazgatói pályám alatt, hogy összefogjam ezt a tímet, és én most kaptam meg azt az eredményt a Magyar Bölcsődék Egyesülete szakértő asszonyaitól, akik elmondták, hogy olyan megfelelő, kiváló tímmel, szakmai tímmel dolgozok, hogy nem tudnak szavakat találni rá. A bölcsődei dolgozók a mindennapi ellátás mellett az ukrajnai menekültek ellátásában is segítkeznek. A helyi intézmények munkatársai folyamatosan azért dolgoznak, hogy fenntartsák az ágazat jól ismert színvonalát.